Míg nemrég még kérdéses volt, hogy idén mehetünk-e egyáltalán nyaralni, most már van olyan ország, ahol beindult az idény. Görögország hivatalosan július 1-től várja a turistákat. A bezártság után még jobban vágyódunk ilyen környezet után, mint máskor. Vannak, akik az idény megnyitásával azonnal útnak is indultak. Ők már valamelyik hűs tengerparton, például Zakintoszon nyaralnak. Sziget sokkal kihaltabb, mint ahogy ebben a periódusban szokott lenni, sokkal kevesebb a turista, éttermek, boltok többsége zárva van, de lehet nyitva is találni bőven. Meggyőző szavak azok számára, akik nem szeretik a zsúfoltságot. Éppen ezzel voltak azonban gondok a Kulata Promahonász határátkelőnél, ahol a napokban több kilométeres gépkocsi sorok alakultak ki. Közben a román külügyminisztérium a Szaloniki nagykövetségre hivatkozva közölte, a helyzet javult, nincsenek már autósorok. Jó tudni azonban, hogy a görög hatóságok előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatják az országba történő belépés feltételeit a koronavírus fertőzöttek száma függvényében. Itt Zakintoszon mindössze pár fertőzöttet találtak, utána lezárták a szigetet, és ezzel megiszűnt a probléma. A szezon hivatalosan július 1-jével nyitották, és a görögök arra számítanak, hogy előbb-utóbb minden visszatér a régi kerékpárnak. Egyelőre Görögországba a turisták csak a Kulata Promahonász határátkelőn keresztül léphetnek be. Közben az ország mától július 15-éig lezárta a görög-szerb határt, miután Szerbiában nőtt a koronavírus fertőzések száma.